jövő nemzedék két rendezvény. Évek óta a Nemzeti Színház egyik fontos programjaként emléktáblákat avatunk, megemlékezéseket tartunk, olyan nagy művészekre emlékezünk, születésük napja, egy-egy nagy eseményhez kötődően, akihez vagy akiknek munkásságához, tulajdonképpen az egész szakmának nagyon erős viszonyulási pontként kéne fordulnia. Egy olyan világot élünk, amikor gyorsan felejtünk, és eltűnnek az emlékezetből világhírű nagy rendezők, színészek, alkotók, akiktől ez a csodálatos színházi szakma, ez a struktúra, ami felépült itt Magyarországon, ez a rendszer, ez működik, és úgy működik, ahogy működik. Hevesi Sándor egy európai nagy színház csináló volt, az szinte az első közül Magyarországon, aki be tudta emelni a magyar színházi életet az európai színházi vérkeringésbe, aki gondolataival, minőségi munkájával a legnagyobbak mellé tudott állni, Gordon Craig, Stanislavski mellé, tőlük kapott elismerést, és aki színház csinálási elvei például szolgálhatnak számunkra is az elkövetkező évtizedekre is. Hevesi Sándor jelentőségét én abban látom, hogy a magyar, modern magyar színház egyik nagyon komoly elindítója volt. És az ő örökségét azt gondolom, hogy mindig érdemes szem előtt tartani, visszanyúlni hozzá. És hát amit a beszédben idéztem, például Gordon Craiggel zajló levelezése, ugye annak idején Edward Gordon Craig a világszínház egyik meghatározó, kiemelkedő alakja volt, Stanislavskijjal, Ibsennel egy szinten. És ő partnerként, Hevesi Sándort egy egyenragú partnerként kezelve tulajdonképpen egy nagy színházi közösségről álmodtak. Mi is erről álmodunk, illetve abban reménykedünk, hogy ez meg tud valósulni ebben a nagyon tragikus és nehéz korszakban. Az, hogy a színház a ma művészete, meg a jelen művészete, az feltételezi azt, hogy a múltból táplálkozik. Tehát nagyjaink nélkül nem lehetünk korszerűek. Nálunk ez azért hatványozottan igaz, mert Hevesi zalai születésű, Nagykanizsán született, és a Megyeszékhely Színháza 1984 óta viseli az ő nevét. Én 2010 óta vezettem a színházat, meg megkerülhetetlen a magyar színházi életben, ezért is büszkék vagyunk, hogy a színházunk az ő nevét viseli.